Lilo és Stitchből azt hiszem mindenki megtanulta azt, hogy az Ohana azt jelenti, hogy család, ebben a szellemiségben alapítottátok meg a kávézótokat. Honnan jött az ötlet, hogy kicsit ezt a havai vonalat kövessétek? Hát volt egy tapasztalás pár éve, kint jártunk, és annyira megmaradt bennünk az a közeg, az a családiasság, hogy azt mondtuk, hogyha bármi, ami gasztró és vendéglátás, egyszer fogunk csinálni, akkor ezt beleültetjük, és valahogy így. Fontos eleme az Ohánának a kávé. Kicsit kérlek, mesélj arról, hogy milyen kávékat fogyaszthatnak a hozzátok érkezők. Hát nyilván van világosabb és sötétebb pörkölésű kávénk is. Brazil, Kenya és Etióp, ami most jelenleg van. Ezek saját kávék? Mert látom, hogy lehet nálatok csomagoltan is kapni. Kivel kollaboráltok? Impresso, aki nekünk pörköli a zöld kávéinkat. Nyilván a Per Norbi, a Café Réven névre hallgató svéd kávé tudós az, aki nekünk segít beszerezni ezeket a zöld kávékat, és nyilván akkor az Impresso az, aki pörköli. Milyen ízvilág köszön vissza ezekből? Ó, hát van ami kellemes csokis karamellás, van, ami inkább egy kicsit citrusosabb. Hát nyilván itt mindenki megtalálja azt, ami a szívéhez közelebb áll. Interiőr kialakításánál mi volt az elsődleges szempont számotokra? Próbáltunk visszanyúlni nyilván a hawaii kultúrához, de nem akartuk azt, hogy ilyen nagyon szembetűnő legyen, hogyha valaki bejön, ne az jusson egyből az eszébe, hanem inkább legyen egy olyan érzete, aki ide belép, hogy igen, szívesen itt marad, leül egy picit, pihen, kicsit kikapcsol, el tudjon tölteni itt egy kicsit a hétköznapoktól egy pár percet nyugodtan. Egy különleges pultot is alakítottatok ki, aminek a nagyon divatos epoxigyantás kis installáció az elején. Hogy jött ez az ötlet? Már régóta, hál' Istennek Ádi is, és én is ezt kinéztük magunknak a piacról, hogy ha egyszer lesz ilyen lehetőség, akkor legyen nekünk, és valahogy belefutottunk egy olyan partnerbe, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen csinál egy ilyet, és valahogy azt mondtuk, hogy ez egy meghatározó eleme amúgy a kávézónak, és miért ne. Úgyhogy nekiugrottunk, és lett egy ilyen. Alapvetően a kiképzése is ennek a pultnak és ugye a frontnak valahol a hawaii életérzés és a tengert próbálja visszatükrözni, és nyilván a természetes anyagok használatát, tehát alapvetően ugye erről szólnak. Szerencsére én a piacnak egy olyan részére jövök, ahol nem érezzük a válságot, sőt, inkább a másik oldalán vagyunk, és valahogy ez nem volt fókuszban. Nyilván a társammal is, Ádámmal is úgy álltunk ennek az egésznek, hogy válságok voltak, vannak, lesznek. Ettől függetlenül, ha valami olyan, ami megszorítja az embereket, az ugyanúgy tud működni, és életképes tud lenni a jövőben is, bármi begyen minket körbe. Nektek mi ez a plusz, hiszen azért gombamódra szaporodnak folyamatosan a speciality kávézók a városban? A legfontosabb a mi tekintetünkben az, hogy olyan emberekkel tudunk együtt dolgozni, mint akik a pult mögött vannak most is. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel mi napi szinten itt fogadhatjuk a vendégeket, ők azok, akik alkotják igazából a család gyökerét, és szerintem ők a legfontosabbak. Nyilván a velünk dolgozó kollégáknak a 90%-a barista és jó barista. A piacon van nevük és van tapasztalásuk. Nyilván aki nem esetleg, ő azon kívül egy nagyon jó ember, nagyon jó vendéglátó, és a vendéglátás bármelyik szakaszából vagy szegmenséből érkezik. Fontos eleme itt azért a fogyasztásnak az étel is. Kicsit kérlek, mesélj, hogy a pékáru honnan érkezik, illetve süteményekről mit kell tudni? Jó, alapvetően ugye még azért bontogatjuk a szárnyunkat e tekintetben. Nyilván Ádám az, aki körbenézett a piacon szakszemmel, és azt mondta, hogy ha mondjuk a vegán sütemények, akkor a hörti vegán kész legyen a partner, ha mondjuk pékáru, akkor a norma. De nyilván itt van olyan fúzió is, ahol például a Scusival fogunk együtt dolgozni szendvicsek terén. Ott még ugye, itt még technológiailag van egy kis kihívás, amit le kell küzdenünk, de az is szerintem egy-két héten belül megugorjuk, és finom szendvicsekkel várjuk a vendégeinket.